Lehet, hogy már olvastad a hírt, a héten felvásárolta az Apple a világ legnagyobb piaci részesedésével rendelkező kameragyártóját, a Canont. Bár a cég óriás nyomtatókkal, távcsövekkel, CMOS és CCD szenzorok tudományos célra való felhasználásával is foglalkozik, elsősorban azért az átlag felhasználóknak szánt digitális fényképezőiről híres, 2022. novemberében a világ kameraeladásainak 48%-áért volt felelős, tehát majdnem minden második eladott kamera Canon márkájú. Nem csoda, hogy szemmel szúrt az Apple-nek, domináns piaci szereplőként nagy hatással volt a japán vállalkozás a kameraipar fejlődésére. A közel 92 milliárd dollár értékű felvásárlást minden bizonnyal azt tette lehetővé, hogy a mobiltelefonok futótűszerű elterjedése és a beépített kameráik minőségének a rohamos javulása évről évre csökkenti a fényképezőgépipar értékét, telefonokból egyre több fogy, kamerákból pedig egyre kevesebb. A hajó léket kapott, az Apple pedig rendelkezik a kellő erőforrásokkal, hogy kihasználja a helyzetet. Na de mit jelent ez számunkra, fotósoknak? Nos, Tim Cook azt nyilatkozta, hogy rövid távon nem tervezik befejezni a Canon kamerák gyártását, hiszen nyilván sok ember hajlandó még pénzt investálni egy dedikált eszközbe, ezért nem kell aggódni, simán lehet még Canon R5 Mark II és Canon R1 is. Az átállási folyamat azonban sokkal előrehaladottabb, mint tűnik, bár a bejelentés még csak néhány napos, a háttérmunkálatok már zajlanak egy ideje. Néhány hónapja érkezett csak a hír, hogy a Canon nem támogatja tovább a más gyártók által tervezett objektíveket, azaz ha szeretnél a Canon ökoszisztéma részese lenni, vásárolj a gépethez drága Canon objektívet, mert más nem fog működni. Ismerősen hangzik ez a filozófia? Az is kiderült a sajtótájékoztatóból, hogy az új kamerák egy speciális fényképezőgépekre tervezett iOS rendszeren fognak futni, így képesek lesznek AirDrop-pal átmásolni a fájlokat a telefonodra vagy a laptopodra. Ez a hír nagyon izgalmasan hangzik, hiszen a memóriakártyaolvasókkal, a kábelekkel szenvedni elég kényelmetlen. Ha már memóriakártyákról volt szó, az újabb modellekben nem lesz kártyafoglalat. A memória nem lesz bővíthető, helyette a fényképezőgépek különböző beépített tárhelyi méretekkel fognak rendelkezni, 64 GB a belépő szintű, de akár 1 terás modellt is választhatunk majd. Azokra a projektekre, ahol nem lenne elegendő a beépített memória, ha jól értelmeztem, lesz egy MagSafe típusú kis kiegészítő, ami mágnesesen rácsatlakozik az eszközödre, és kevesebb mint 60 másodperc alatt biztonsági másolatot készít a fájlokról, így a mentés követően akár formázhatod a fényképezőgéped, és folytathatod a munkát. A Canon Rumors nevű weboldal már talált arra utaló szabálytervet, hogy nem csak a kezdő, de a profi modelleken is megterveznek szabadulni a gombok többségétől. Ez talán annak tudható be, hogy az Apple mindig is felhasználóbarát és intuitív volt, lehetséges, hogy szeretnék teljesen újra gondolni, hogy hogyan működhet egy fényképezőgép. Én személy szerint teljesen nyitott vagyok erre az ötletre, mert ha létezik egy cég, aminek megbízok az Extreme Design ötletében, az az Apple. Ha már ezeket a változtatásokat meglepőnek tartod, várj, amíg meghallod, mit reagáltak arra a kérdésre, hogy terveznek egy telefon fényképezőgép hibridet készíteni. A kérdés kézenfekvő, a válasz pedig az, hogy 2025-re várhatjuk az első prototípusát az iShot-ra keresztelt fényképezőnek, ami alapvető telefonálcsi funkciókra is képes. Fontos megjegyezni, hogy a képek, amiket ebben a videóban látsz, nem hivatalos tervek, csak koncepciók arról, hogy nézhet ki majd a végleges termék. Ami viszont biztos, az az, hogy másfél incses szenzorral fog rendelkezni, méretben a Micro 4/3 és a crop szenzor méret közé fog esni. A fő szenzor mellett lesz három különálló érzékelő is, amik a fókuszálásban, mélységmérésben fognak segítkezni. Canon RF bajonettel lesz ellátva, hogy a meglévő objektívéret is felhasználhassd, azonban hétköznapi célokra, utazáshoz gyártani fognak egy kompakt RF objektív palettát. 48 megapixeles nyersfájlokat fog készíteni, amiket a fejlett szoftverük segítségével 24 megapixeles hiperrealisztikus képekké fog összegyúrni. Hogyan is működik ez a gyakorlatban? Az iShot exponáló gombjának a lenyomásakor az eszköz képek egész sorozatát készíti el. Különböző beállításokkal, hogy minden exponálási szintet megörökítsen, illetve legyen egy-egy verziója úgy, hogy minden fókuszban van a képen, és úgy is, hogy semmi sincs fókuszban. Így képes lesz megörökíteni minden egyes világos területet az égen, a legsötétebb sarokban is látni fog részletet, ezzel a világ legfejlettebb HDR technológiáját kihasználva tökéletesen a kezedbe adja a döntés jogát, hogy hogyan nézzen ki a képed. Csak a téma legyen éles, mennyire legyen homályos a háttér, esetleg sötétítsük el a távoli dolgokat, és mindezt hardveresen megörökített valódi képek összemosásával éri el, hogy senki sem mondhassa, hogy csak szoftveres csalás árán képes jó fotókat készíteni. Tim Cook azt mondja, hogy ez lehetővé teszi majd, hogy mindenki számára elérhető legyen a professzionális minőség, és ne kelljen éveket áldozni a tapasztalat elsajátítására. We want people to be incredibly satisfied and empowered by our the devices that we ship.
But we've never wanted people to spend a lot of time on them. Azt is elmondta, hogy a korábbi szoftveres megközelítéssel a legnagyobb probléma az az volt, hogy minden fotót az előre megírt recept alapján javítottak fel a telefonok. Most már mi dönthetjük el, mit kezdünk a képekkel? We're not forcing our view on anyone. We're giving people the data, and I hope that people really spend time looking at it. We're building it into the operating system. Ebben az igazán érdekes, hogy a jelenlegi állás szerint az embernek el kell dönteni, hogy erős hardvert, éles optikát, nagy szenzort szeretne használni, vagy használ kisebb, gyengébb eszközöket, cserébe viszont olyan kicsi mennyiségű adattal dolgozik az eszköze, hogy képes egyszerre több fotót megörökíteni, szoftveres számításokkal feljavítani a végeredményt, stb. Az új, másfél incses szenzor már simán profi szintű munkára alkalmas hardvert feltételez, és sokkal-sokkal több adatot is, amit fel kell dolgozni. Ha viszont az Apple-nek sikerül átírni a Canon által kidolgozott képfeldolgozási metódusokat a saját rendszerükre, akkor a mostani M2-es vagy későbbi M3-as csipekkel végre egybemoshatjuk a szoftveres és a hardveres megközelítést, ezzel pedig talán egy új állomásához érhetünk el a fotográfiának. És bár fáj kicsit a szívem, hogy megint bekebeleztek egy hatalmas céget, ezzel tovább növelve a monopolisztikus viszonyokat a techpiacon, ugyanakkor optimista vagyok, és nagyon kíváncsi a máron, milyen fejlesztések következnek majd ebből, illetve hogy a verseny fokozásából mennyi haszna származik majd a vásárlónak. Izgalmas időket élünk. Oké, mára ennyi. Köszönöm a figyelmet.